Minden év hoz meglepetéseket. Ez az év számunkra ugye a negyedik Aranyszabja Fesztiválnak a megrendezése, megszervezése volt terítéken. Úgy gondoltuk, hogy azokkal az emberekkel, akikkel korábban találkoztunk, jól érezték itt magukat, pozitív visszajelzéseket kaptunk, és hát ez ad erőt ahhoz, hogy minden évben megrendezzük a fesztiválunkat. Az Aranyszabja Társaság ugye folyamatosan próbál megújulni programjait illetően, és vannak stabil programok, meg a régi célkitűzéseinknek a megvalósításán dolgozunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a vezéri sírnak a régészek által bemért helyén egy emlékművet tudunk csinálni, aminek a előmunkáltait már elkezdtük, a tereprendezés részben megtörtént. Előtettünk 7 tölgyfát a 7 törzs emlékére. A 7 vezér szobrának a kifaragása folyamatban van, még egy obeliszket is tervezünk, és ezek összeállnak, akkor megtörténik ennek az avatása, ami egyik fő célja volt a társaságnak, hogy megjelölje a vezéri sírt, amit szeretnénk, egy ilyen zarándok helyé válna. Tehát örömünkre szolgál mindannyiunknak, hogy a fesztivált ki tudjuk egészíteni egy olyan dologgal, ami az egészséget szolgálja. Ugye ez a futóverseny, ami eddig 1927 méteren a Szabja megtársának évére tisztelettel volt, meg egy 5000 méteres távunk volt a középkori templomrom helyéig és vissza. És örömünkre szolgált ugye ez a vezéri sír föltárás és emlékmű készítés, és oda is kifuttattuk a vállalkozó kedvéket, úgyhogy 10.000 méteres futást is rendeztünk, és 10 jelentkeztek is az első futásra. Úgyhogy ez nekünk nagyon nagy elégtétel, hogy jó döntés volt meghozni a 10.000 métert, mert erre is van érdeklődés. Én az Aranyszabja Fesztivál keretében ezett futóverseny regisztrálókat veszem fel a három távon. 1927, 5.000 méter és 10.000 méteren a jelentkezőket. Én úgy látom, egyre kedveltebb, egyre többen jelentkeznek, és egyre aktívabban is vesznek részt. Szerencsére számos településről, Jékhelyről, Hajdúböszörményből, Londonból is vannak most futóink. Hagyományosan részt veszek rajta minden évben, és szeretnék továbbiakban is. Remélem, hogy ez egy hagyományteremtő rendezvénynek indult, vagyis tudom, hogy annak indult, úgyhogy szeretnék rajta részt venni tovább, közeljövőben is, én is, családom is. Az első jó sikerült. Akkor nagyon motivált voltam, és nagyon tetszett a rendezvény, és ezért is jövök el minden évben. Hogyan lehet erre készülni? Hát erre a sport azért az mindennapi része legyen az életünknek, de az 5 kilométer azt hiszem azoknak is jó, akik nem napi szinten futnak, hetente egyszer-kétszer lemennek, az egy ilyen belépő táv a futáshoz, az 5 kilométer. Hogyan fog szerepelni, mit gondol? Hát itt még most, talán azt mondom, most a részvétel a fontos, de én úgy érzem, hogy ennek a rendezvénynek inkább a jellege nem a, is a verseny, hanem a részvétel. Mindenféleképpen így a faluba is minél többen, és a környékről is minél többen jöjjenek. Az elmúlt években találkoztam olyannal, aki látom közösségi médiákban, hogy nagyon sok rendezvényen részt vesz, de neki szívügye volt, hogy eljöjjön egy geszterédi futóversenyre, ő például Biriből jött át. Remélem az idén is találkozunk, mert itt barátságok is születnek ezen a rendezvényen. Kiemelt eseménynek számít, azt hiszem valahol ott lehet ezt rangsorolni, ahogy egy falunap is, de itt azért kulturális eseményekkel is meg van töltve ez a rendezvény. Mellette itt van ez a futóverseny, egy teljesen más jellege van, mint egy falunapnak, viszont azzal, hogy egy futóversenyt is beiktattak, azokat is megszólítják, akik a sportot szeretik, tehát egy eléggé sokoldalú rendezvényről beszélünk. Én azt hiszem, egy közösségformáló ereje van ennek a rendezvénynek, ami nagyon jó, mivel nem csak egy nagy város tud megrendezni esetleg egy kulturális eseményt, hanem egy kis falu is. Természetesen a lehetőségek behatároltak, de én úgy veszem észre, az Aranyszabja Társaság igyekszik minél nívósabb rendezvényt összerakni. Én nem vagyok nagyon gyors futó, inkább hobbiból futok csak, és számomra a részvétel az, ami inkább fontosabb. Hát remélem, hogy sokan leszünk, és úgy látom az idő is kedvezett, úgyhogy élvezetes futás lesz. Honnan érkeztél? Böszörményből. Szoktál futni egyébként? Hát igen, járok is egyesületbe. A tekergőkhöz járok. Böszörményben van, szerintem jó.
és triatlonozok, úszok, futok, meg biciklizek, és ilyen hosszú távokon szoktam így indulni. Hát most az 5 kilométer lesz, és szerintem az sikerülni fog. Szerintem meg lesz az esély a másodikra, vagy az első helyre, mert még nem láttam annyira nagyobb ellenfeleket ilyen debreceniek közül, de szerintem a részvétel a fontos. A te korosztályod inkább a számítógép előtt ül. Te miért váltod fel ezt a szórakozást futásra? Hát, mert szeretek a többiekkel lenni edzésen. Hát jó, meg sokkal egészségesebb, mint hogyha otthon lennénk. Az interneten láttam ezt a lehetőséget, és a feleségemmel eljöttünk egy kicsit mozogni. Ő futball, én meg mozgok. És szokott egyébként máskor is futni? Hát, hogyha időm engedi, akkor igen. Milyen eredményre várom mai napon? Hogy sikeresen beérjek a célba. Nagyon sok jót hallottunk erről a versenyről, és ezért veszünk részt. És egymást motiváljuk. Mire számítanak? Milyen eredményre? Ezt, hogy túléljük. Újra a barátnőm elküldte a lehetőséget, újra erre a futásra, úgyhogy regisztráltam, és tavaly előtti jó versenyzés véget, meg a szívélyes fogadtatás véget. Úgy gondoltam, hogy itt a helyen mindenképp. Ha nem haragszik, nem éppen a fiatal korosztály közül való, mit tudna a fiataloknak ajánlani, hogy miért érdemes sportolni, futni? Hát mindenképp azért, mert kiegyenlítettebb életritmusa lesz, ugyanakkor a keringési rendszer az javul, és nem lesz olyan fáradékony. Tehát egy életvitelnek megfelelő, hogyha rendszeresen mozog, fut. Egy, kettő, három. Úgy látom, hogy gyereket várnak, igen. Gondolom, ön ezért nem indult el a versenyen, de a férje igen. Igen. Korábban, amíg nem voltam várandós, én is futottam, én igaz kisebb távokat, tehát nekem az 5 kilométer volt a plafon, de ő ezeket a 10-12 kilométert gond nélkül lefutja, úgyhogy én most csak szurkolok. Mindenki kap majd egy érmet, egy nagyon szép aranyszabás érmet, és semmi természetesen majd a 5000 méteren meg a 10000, akkor pedig kupát fognak kapni helyezésképpen, és minden egyes része, ő pedig kap egy ajándékcsomagot. Amik van a hátunk mögött, ami gyümölcsöt és ásványvizet és egészséges édességet tartalmaz. Második lettél. Milyen távon futottál? A 2000 méteren szeretek futni. Nagyon sokat edzettem a futásra. Miért nem sikerült az első hely? Mit gondolsz? Hát még jövőre kicsit többet kell edzenem, és lehet akkor első lehetek. Sikerült a tervedet végrehajtani? Igen, örülök is neki. Nem volt annyira erős, de szerintem meg vagyok elégedve ezzel, hogy most első lettem rekordidon belül. Hát 20 percen belül lett, és ez szerintem nagyon jó. Hát, tényleg nem a fiatal korosztályhoz tartozok. Múlt héten már betöltöttem a 60-at. Sikerült úgy készülnöm a héten, hogy ne okozzon problémát ez a mai futás. Bár az, hogy sütött a nap, viszont a pára is nagyon magas szintű volt, úgyhogy kemény küzdelem volt így végig, amíg ezen a párás szakaszon át nem jutott az ember. Aztán ugye a tala is teljesen változó, úgyhogy nagyon-nagyon összpontosítani kellett, hogy végig tudjuk a sebességet tartani. És figyeltem rá, hogy ugye aki futott elő, egy kis fiatal, kisfiú, most kérdeztem meg, hogy ő 12 éves, és nagyon jó egyenletes tempót futott, úgyhogy végig tudtam hozzátartani a sebességet. Úgyhogy meg vagyok így elégedve ezzel az idővel. Helyezés?
második helyezés. Számított erre az eredményre? Milyen eredményre? Nem tudom, mi az eredménye. Harmadik vagyok. Nem számítottam erre. Nem számítottam erre. Úgy is lehetne mondani, hogy jöttem, láttam, győztem. Hanyadik alkalommal nyerted meg ezt a versenyt? Harmadik alkalommal vettem részt ezen a versenyen, és sikerült mind a háromszor megnyerni. Tavaly 5 kilométeres táv volt, meg tavaly előtt is, idén pedig már neveztem hosszabb távra, mivel reggel tudtam, hogy lesz 12 kilométeres táv is, és akkor így embert próbálom. Szempontjából azért erre a távra neveztem egy kicsit, hogy nehezebb legyen megnyerni. Nagyon technikás volt a pályán, kellemesen csalódtam, jó volt a talaj, meg nagyon szép környezetben futottam most, úgyhogy nagyon elégedett vagyok. Versenyzel egyébként? Igen, rendszeresen versenyzek minden hétvégén, úgyhogy ez nagyon jó versenynek értékem ezt a mai futást, úgyhogy éjszakából jöttem, teljesen elégedett vagyok az időmmel is, meg a pályával, meg a versennyel is. Második lettem, 12 kilométer mentem, és jégkélőn jöttem, hát halássérült vagyok, mert most végeztem a écsézni, most fog szóbelezni, most akarom tanulni a szóbelezni. Milyen volt a pálya? Hát nem beszélő, hát nekem jó esett nagyon, nekem tetszett ilyen, kell az esés, minden nap futok, maximum 10-15 kilométert, van olyan 5 kilométer, már 19-20 perc alatt futok. Nagyon szurkolnak, mindig hál' Istennek. Jól sikerült, nagyon nehéz volt a teret, nem számítottam rá, hogy ennyire izgalmas lesz, úgymond. Nagyon sok emelkedő volt, nehezített terep, de jól sikerült, jól esett, szuper volt. Milyen távot választott? A 10 kilométeren futottam, de kicsit több volt. Máskor is szokott futni? Igen, igen, szoktam gyakran. Erre a versenyre hogyan készült? Erre a versenyre az Ultra Balatonnal készültem, ahol 30 kilométert futottam. Én leginkább azért szeretek futni, mert engem ez teljesen kikapcsol, feltölt, és mindemellett még pozitív hatása, hogy jól is érezzük magunkat a bőrünkbe, akár zsírt égetünk, állóképességet növelünk, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, akár kikapcsolódás szempontjából, akár pedig edzés céljából. Hölgyek közül ezen a hosszú távon ön volt az első. Milyen érzésekkel ért a célba? Hát nagyon jó érzés mindig, akár nyerek, akár nem, mindig egy szuper érzés beérni a célba, úgyhogy fantasztikus. Idén végre sikerült rászánnom magam, és hát édesapám unszolására elindulni. Példát mutatva a többieknek, milyen volt a talaj és milyen az időjárás? Hát kemény volt, mert sütött a nap végig, és ugye a mezőn futottunk. A talaj az jó volt, helyenként volt egy kis sár, ami nehezítette a futást, de összességében jó talajon sikerült megrendezni ezt a versenyt. Jó közösségépítő sport ez a futás, úgyhogy mindenki vegyen rajta részt, hogyha van rá lehetősége. Nagyon nehéz volt, soha nem mentem ilyen nehéz pályán, ilyen nehéz körülmények között. Nem voltam hozzászokva ehhez, újdonság volt, de nagyon jó volt. Örülök, hogy tudtam teljesíteni. A kedves felesége másodmagával szurkolt a jó helyezésért, hanyadik helyen végzett? Harmadiknak sikerült befutnom. Ha már a fesztiválra gondolok, az is különleges volt, hogy a futóverseny keretében egy 10.000 méteres távval bővült a futóversenyünk. A bátrabbak, vagy inkább azt mondom, talán már inkább a profik vállalkoztak erre a távra, elfutottak a emlékhely, az aranyszabja lelőhelyének az emlékhelynél volt a 10.000 méteres fordulópont, és nagy örömmel nyugtáztuk, hogy akik ezt a távot lefutották, mindenki elismeréssel beszélt a
pályaminőségről, a körülményekről, a szervezésről. Ez is ad erőt ahhoz, hogy jövőre is megszervezzük a futóversenyt. Azon kívül volt egy íjász verseny, ez a második alkalommal, ami egy örömíjászkodás, ahogy az íjászok nevezik, tehát nincsenek szigorú megszorítások az íjakat illetően. Bízunk benne, hogy ez is szépen kinövi magát, és egyre többen lesznek. Hát az Aranyszabja Társaságnak van egy Geszteréden egy fesztiválja, és mi a nomádiás csapat tagjai szervezünk itt egy versenyt Geszteréden. Hát hál' Istennek egy nagyon sikeres kis vállalkozás lett ez. Sokan vagyunk, nagyon jól kis baráti társaság. A lényeg az, hogy 21 cél kell leküzdeni minden versenyzőnek, minden célra három veszővel kell lőjenek, és akkor így a pálya így épül fel. Tulajdonképpen 2D-s és lőlapos célokat építettünk most. Hány csapat vesz részt? Most 6 csapat vesz részt a helyszínen. Honnan érkeztek? Hát tulajdonképpen Hajdú-Bihar megye és a helyi csapatok. Hál' Istennek az íjászat, ez nagyon népszerű most jelen pillanatban. Mindenki kivágyik a szabadban, próbálja ezt a kis időt eltölteni, nagyon-nagyon sikeres. Mi ebben a szép? Mert ugye ön is gyakorolja, gondolom, barátokkal, de milyen élményt ad ez, aki íjászkodni jár? Egész egyszer ennek a története, szabadba járni, egymást megismerni, és közben versengeni egy kicsit. Hát most lesz még csak egy éve, hogy mi elkezdtük az egész családdal. Hogyan kapott kedvet hozzá? Gyuszi elkezdett, és egy munkahelyen kezdtünk el dolgozni, és a férjemmel van egy helyen is. Ők elbeszélgettek, a kisfiam volt az, akinek nagyon hamar megtetszett, és utána az egész család. Úgy gondolta, hogy ez nekünk nagyon jó lesz így együtt. Egy hölgynek mi ebben a szép? Mi tetszik önnek ebben a sportban? Engem megnyugtat. Ugye a mindennapi stressz után ez egy ilyen kikapcsolódás. Úgy teljesen a természet, a természetnek a hangjai, a madarak, tehát úgy megnyugtat. Mit vár a mai naptól? Hát igazság szerint csak, hogy jól érezzük magunkat. Tehát nekünk ez a cél. Barátok közt legyünk. Téged mi motivált, hogy kigyere a szabadba és ezzel a sporttal kezdjél foglalkozni? Hát mindig is versenyekben járt az eszem, és hát egyszer a kis testvérem elkezdett így járni, és hát én is megkaptam a kedvet ehhez a íjászathoz. Apa engem beiratott, aztán is elkezdett íjászkodni, járni. Hogy szoktál szerepelni a versenyeken? Hát kettőször voltam első. Tehát ezen a versenyen most jelenleg 11 cél van kipakolva, 11 lőállás, és ez két körbe zajlik, tehát kétszer megyünk végig a pályán, minden célra három lövés kell leadni, 10-8 pontozással vannak a pontozások, ezeket írjuk egy személyre szabott beírólapra, és akkor a végén összesítjük az eredményt, és ebből lesznek a dobogósok. Vegyesen ilyen 2D-s és lőlapos célok vannak, tehát állatalakok, ahogy láthattátok, és vannak még lőlapos célok, ahol szintén 10-5-ös pontozással vannak a találati eredmények. Ez minden versenyzőnek más. Van, akinek a közeli célok jönnek be, van, akinek a távoli célok jönnek be, tehát ez vegyes. Nekem például a távoliak azok a nehezebbek. Tehát itt két célra visszább van egy, ami közel 30 méterre ki van pakolva. Gyerekkorom óta szerettem az íjászkodást, utána találkoztam Fejes Gyula barátunkkal, és akkor ő általa, és ő indította ezen a pályán is még az elmúlt. Hát a mai naphoz hál' Istennek nagyon szerencsésnek mondható, így időjárás szempontjából kiváló, a pálya remekül van összerakva, a hangulat szerintem kiváló, jó a szervezés, igazából egy nagyon jó verseny. Mire vagy a legbüszkébb? Milyen eredményeid vannak eddig? Hát a legbüszkébb az egy világbajnoki második helyezése vagyok. Ez 2016-ban volt, Gyulán. Következő, amit még szeretek felemlíteni,
az Kínában voltunk kint egy kisebb 10 fős delegációval. Ott a magyarok közt a legjobb eredményeit jöttem el, azt mondom, az első 8-ba jutottam be. És amit még nagyon emlékezetes számomra, ez egy olaszországi verseny volt, a nemzeti bajnokságokon voltunk vendég íjászok, és legjobb pontot lőttem a pályán. Hát a felszerelés alapvetően egy íjból áll, többféle íjjal lehet nevezni a versenyre, ez egy úgynevezett vadászreflex íj, és ezen felül fontos a vadászreflexnél, hogy fa középpel indulhat az ember. Ezen felül még a történelmi íjakkal indulnak, ott csak fa veszővel lőnek, a vadászreflexnél jellemző a fa, illetve a karbonvesző használata is, mind a kettő engedélyezett. Ezen felül célszerű egy alkarvédő is, veszőtörés vagy az ideg becsapódása ellen védi az alkar. A húzó kézre úgynevezett tabot, egy ilyen kis bőrdarabot használnak, vagy pedig húzókesztyűt. A húzókesztyű egy ilyen 3 ujjas kesztyű, és az alapfelszerelés gyakorlatilag ennyi, a veszőket pedig egy tegezbe, ez készülhet bőrből, műanyagból, kinek ízés szerint. Nyilván a tradicionális íjászok azok bőrrel dolgoznak jellemzően. Második helyezett Prindik Ákos. Mia, itt van anya. Első helyezett, minden várakozás ellenére, nagy meglepetésként, egy teljesen ismeretlen, sose futott még Budicka László. Azért mondom, mert eddig, ahol elindulott, tarol. Még egyszer gratulálunk nem csak a helyezetteknek, hanem mindenkinek, aki részt vett a versenyen. Jövőre várunk vissza mindenkit szeretettel, és mindenki hozzon még egy ember, de inkább kettőt. Most felkérném Rácz János urat, az Aranyszabja Társaság elnökét, köszöntse a vendégeket. Szeretettel köszöntöm a 4. Aranyszabja Fesztivál minden kedves résztvevőjét. Külön köszöntöm azokat, akik messziről jöttek el hozzánk. Nietzsche egy német filozófus mondta, hogy nem az a művészet, hogy megszervezünk egy ünnepet, hanem hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik örülnek ennek. Hát én úgy látom, hogy találtunk néhány embert, bár én most szomorúan konstatálom, hogy egyre kevesebben vagyunk. Ahogy a Aranyszabja Fesztivál 4. évfolyamát éljük, most egy kicsit meglepetés számom, hogy ilyen kevesen jöttek el. De ha visszatekintünk az elmúlt fesztiválok eseményeire, nagyon sok kedves emberrel találkoztunk, akik elmondták, hogy szívesen jöttek, jól érezték itt magukat, és kellemes időt töltöttek el itt velünk. Az ő visszajelzésük ad nekünk erőt ahhoz, hogy újra megszervezzük a soron következő fesztivált. Az Aranyszabja Társaságnak továbbra is kiemelt célja, hogy megismertesse Geszterédet. Megismertessük Geszteréd értékeit. Hol az Aranyszabjával, hol Gajdos Jánossal, hol akár a néptáncunkkal. A mai nap különösen is szép ünnep ez az Aranyszabja Társaság és a Geszteréd lakosság számára, hogy Gajdos Jánost, egy nemzetközi hírű, naív festőművészt
festőművész emlékét ápolhatjuk, és lelepezhetünk itt egy emléktáblát az ő emlékére. Külön köszönöm, hogy Gajdos János leszármazottai, akiket köszönteni fogunk, megtiszteltek bennünket azzal, hogy eljöttek ide. Egy ilyen rendezvény megszervezése természetesen sok nyüggel bajjal jár, és itt az alkalom arra, hogy én megköszönjem mindazoknak, akik segítettek a szervező munkában. Ki kisebb, ki nagyobb munkával vette ki ebből a részét, de higgyétek el, hogyha ezt a feladatot nem vállalja föl az Aranyszabja Társaság, illetve a geszterédiek, nem érzik maguknak ezt az ünnepet, akkor ebből a fesztiválból, vagy ebből az ünnepből nem lesz ünnep. És én köszönöm mindazoknak, akik segítettek ebben a munkában. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, kellemes időtöltést, jó kikapcsolódást, és kívánom, hogy érezzék magukat jól a 4. Geszterédi Aranyszabja Fesztiválon. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen! Felkérem dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő urat, tartsa meg ünnepi beszédét. Én egy köszöntőt szeretnék mondani. Legelőször is én kiemelnék egy embert, akinek mindannyian, kedves geszterédiek, kedves vendégek, köszönettel tartozunk, illetve egyből már kettőt. Rácz János úr, aki segítségével megalakult a Geszterédi Aranyszabja Társaság, és évenként nagy lelkesedéssel nekiesnek a társaság tagjai, megszervezik immár 4. alkalommal a Geszterédi Aranyszabja Fesztivált, és ugyanakkor az önkormányzat vezetőjét, Szabó Józsefet is köszönet illeti, mert hogy ő pedig a háttérben támogatja ezen törekvéseket. Úgyhogy uraim, köszönjük szépen a közösség nevében, és azt kívánjuk, hogy Isten tartsa meg jó szokásukat. Köszönöm szépen, szép napot kívánok az Aranyszabja Fesztivál résztvevőjének. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen képviselő úr szavait. Most felkérem dr. Vonza Andrásné asszonyt. Köszöntse az egybegyűlteket. Tisztelt államtitkár úr, képviselő úr, tisztelt polgármester urak, kedves geszterédi lakosok, kedves geszterédi polgárok. Másodszor vagyok itt önökkel az Aranyszabja Társaság fesztiválján. Én úgy gondolom, hogy az Aranyszabja Társaság egyike azoknak a legnemesebb civil összefogásoknak, akikkel a környezetünkben találkozni tudunk. Nagyon sokszor hallunk manapság a civil szerveződésekről, a civil összefogásokról. Tessenek csak belegondolni, milyen furákat is hallunk. Vannak civil szervezetek, amelyek azért dolgoznak, hogy a társadalom szövetét fellazítsák. Én azt gondolom, hogy az Aranyszabja Társaság pontosan a társadalom szövetének a megerősítésén dolgozik, hiszen ápolja azokat a hagyományokat, amelyeket az 1100 éve ideérkező honfoglaló őseink hoztak a Kárpát-medencébe. Én azt látom a geszterédi életből, hogy itt tényleg egyetértésben élnek az emberek, és az önkormányzat nagyon komoly tervekkel, koncepciózus munkával igyekszik megvalósítani mindazt, amely a geszterédi állampolgároknak a javát szolgálja. Kedves geszterédiek, én azt kívánom, hogy a következő 1000 év elteltével is azt mondhassák majd az utódaink, hogy köszönjük nektek, hogy megőriztétek nekünk a keresztény Európát és a keresztény Magyarországot. Köszönöm szépen hivatalvezető asszony szavait. Most felkérem Szabó József urat, mondja el ünnepi köszöntőjét.
Hivatalvezető asszony, képviselő úr, államtitkár úr, és nagyon szépen köszöntök mindenkit nagy szeretettel, közben időközben megérkezett a két papunk, a jelenlegi Kerekes László atya és a Horváth János Geszterét szülötti atya. Őket is köszöntöm. Én már negyedik alkalommal adatta meg nekünk a Jóisten, hogy ezt az Aranyszabja Fesztivált megtartsuk. Én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen kis falu életébe nagyon nagy szó. Rácz János barátom, most ő elmondta, hogy kicsit kevesli. Én vele is egyetértek, hogy kevesebben vagyunk itt, de azért megnyugtatom. A futóversenyen elég sokan voltak, akik ide érkeztek, elmentek, és len a futballpályánál az íjászok ott vannak, ha ők is itt lenne, mindenki egy csomóban vagyunk, akkor egy kicsit többen, és az elkövetkezendő órákban szerintem még többen leszünk. Ezért nem tehetünk senkit felelősségre, hogy az időjárás is ilyen. Bízom benne, ez a nagy igyekezet az embereknél meg fog maradni, hogy az Aranyszabja Társasággal együtt Geszterédet egy cseppet, híresebbé, minden évben egy cseppet, azért mondtam, hogy nagyon híressé szeretnénk tenni, de minden évben egy kicsivel tudunk előrébb menni. Itt szeretném megköszönni a sok segítséget a magyar kormánynak is, mert azért az önkormányzatot, a társaságunkat is segítették. Ilyen segítő pénzek nélkül mi nem mondom, hogy semmit nem tudnánk csinálni, de nagyon keveset. Amit mi magunktól meg tudunk csinálni, mi Geszterédiek, ígérem, hogy meg is fogjuk tenni, és mivel, hogy ez egy önszerveződésből jött, nem kényszeríti sehol senki az embereket, hogy jöjjenek, és jönnek szívvel, lélekkel, az a fizetség, amikor láttuk, hogy mindenki jól érezte magát, jól szórakozott, hogy a hétköznapok után megállunk egy kis pihenésre. A pihenés egy időben egy kis fáradtsággal jár előtte, de aztán nagyon nagyobb örömmel. Úgyhogy én a mai napra mindenkinek kívánok nagyon jó szórakozást. Aki még először volt itt, az gondolom legközelebb is jönni fog. Köszönöm szépen! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntjük a Gajdos családnak a leszármazottait, a gyermekeit, illetve unokatestvéreit. Szeretném név szerint is itt köszönteni őket. Szerencsére még mind a három gyermeke él, és el tudtak jönni Budapestről, és köztünk vannak. Hadd köszöntsem nagy szeretettel Csákányi Jánosné Gizellát, a legidősebb lány. Lóki Jánosné Otiliát, a középső lányát Vajdos Jánosnak, és a legifjabb, egy férfi közöttünk, a fiát, Gajdos József Jánost. Megkérem a férfiakat, hogy lent egy virággal legyenek szívesek. Megköszönni nekik, hogy eljöttek. Továbbá nagyon nagy szeretettel köszöntöm Pap Ferencnét, Taskó Imrénét, mint unokatestvéreket. Bújdosó Lászlónét, emlékezetem ugye az édesanyja által unokahúgot, és Kókán Mihály, aki szintén az édesanyja ágon rokon Gajdos Jánossal. Kérem, hallgassák meg tárogatón a régi himnuszunkat.
Köszönöm szépen. A Geszterédi Aranyszabja Társaság megalakulásakor díjakat is hozott létre. Vannak néha olyan esztendők, amikor valakik kivételesen sokat adnak. Most, és ezt mi szeretnénk ezekkel a díjakkal, amelyeket létrehoztunk, megjutalmazni. Ebben az évben 3 aranyszabja emlékplakettet adunk ki. Nagy tisztelettel megköszönöm ezeknek az embereknek, 2 emberről van szó, illetve egy egyesületről, akikre mindig, minden percen, minden napon számíthatunk. Szólítanám Molnár Mihály tagunkat. Legyen szíves, gyere fel, Misikém, és köszönjük szépen neked az áldozatos munkádat. Radócz András tagunkat. És a Geszterédi Hagyományérző Nyugdíjas Egyesületet, akik a mai ételünket is elkészítették, akik énekelnek nekünk, ha kell, és mindig ott vannak, amikor szükség van rájuk. Kérném a vezetőjüket, Bakonszegi Lászlónét, fáradjon fel. Köszönjük szépen mindenkinek, az emellett, akik természetesen az önkormányzatnak, és amit már itt elmondtak előttem, mindenkinek nagy-nagy köszönettel tartozunk. Mi hagyományőrző társaság vagyunk, arra hoztuk létre a társaságot, hogy a hagyományainkat őrizzük, ápoljuk, van egy fontosabb, továbbadjuk. Mert ugye szokták mondani, hogy a hagyomány nem beteg, nem kell azt ápolni. Nem kell őrizni, mert nem rab, a hagyománnyal egy dolog van, továbbadni. És ez a mi feladatunk. Amiben nekem a legtöbb munkám van, az a Gajdos emléktábla. Az én ötletem volt, ahhoz én kerestem, hát nem kerestem, inkább kaptam segítséget. És az emléktáblához kötődő kiállítás. Azt a kiállítást végén szerveztem, és hát nyilván készítettem hozzá anyagot azoknak az emberek számára, mert hogy nem ismerik Geszteréden a Gajdos életművet, és azzal a kiadványjal kapcsolatosan az volt az a véleményem, hogy mindenki ismerje meg, vegye a kezébe, amikor elmegy a kiállítást megnézni, és még az a további célom, hogy nézzék is meg a kiállítást, amíg itt van, és majd szeretném a másik részét is elhozni, mert a Kecskeméti Múzeumban sokkal több kép van. Ali Endre, a föl-földobott kő. Föl-földobott kő, földedre hullva kicsi országom, újra meg újra hazajön a fiat. Messze tornyokat látogat sorba, szédül, elbusong, s lehull a porba, amelyből vétetett. Mindig elvágyik, s nem menekülhet magyar vágyakkal, melyek elülnek, s fölborgadnak megint. Tied vagyok én, nagy haragomban, nagy hűtlenségben, szerelmes gondban, szomorúan magyar. Föl-fölhajtott kő, bús, akaratlan, kicsi országom példás alakban te orcádra ütök. És jaj! Hiába minden, ha szándék, százszor földobnál, én visszaszállnék százszor is, végül is. Nagyon szépen köszönöm Vámos János nénak, Ady Endre versének tolmácsolását. Úgy gondoltuk, hogy ez nagyon ide illik, hiszen benne van, hogy hazajön a fiad. Így történt ez most is, hiszen Gajdos Jánosnak ez a falu volt az otthona. Ez az otthon,
amelyre Márenyi Sándor a következőket írja. Otthon minden sokkal egyszerűbb, de titokzatosabb, sejtelmesebb is, mert a legmutatványosabb külföld sem nyújtja azt az élményt, amit az elhagyott otthon szobái rejtegetnek. Ez az élmény a gyermekkor. Ez a minden élet alján. Az otthon, Geszteréd, ahova most megérkezett a művész úr, ahova mindig vágyott. Itt született, ez a falu a szülőhelye. Itt töltötte gyermekkorát, itt hallhatta meg az első magyar szót, itt szívhatta magába a gyengéd szeretetet. Élete szilárdan gyökerezett ebbe a kis darab földbe, de elment, mert hívta a város a nagyvilág. Nagy álmai voltak, amelyet valóra akart váltani. Sok helyen megfordult, sokat nélkülözte az otthon biztonságát. Sokszor elment, s mint a földobott kő, újra és újra hazajött. Vágyai részben megvalósultak, de amikor a nagyívű pályája elkezdődött, sajnos a sors elragadt a közülben. Befejezetlen maradt ez az életmű, de nem kevés az a kép, amelyet őriznek az emberek az otthonaikban, és egy gyűjtő jó voltából a Kecskeméti Katona József Múzeum őriz 65 darab képét és több rajzát találjuk ott. Ezekkel beírta magát a nagyfestők névsorába. A Favágók című képére írta a kiállításunk címéről választott mondatot. Itt éltem, és itt szeretnék élni. Ez egy ember nagy vágyát tükrözi. Az emléktábla és a képei által úgy érezzük, visszatért, hazaérkezett. Őrá is igazak Tamási Áron szavai. Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született. Isten hozta köztünk drága művészul. Ahhoz, hogy most ezt itt elmondhatom, nagyon sok embernek az összefogása kellett. Köszönjük szépen az államunknak és kormányunknak, és köszönjük szépen mindazoknak, akik innen Geszterédről oly sokszor elmennek, aztán újra ugyanúgy visszavágynak. Elég sokan vagyunk ilyenek. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, és most megkérem a legilletékesebbet, aki szerintem ugyanúgy sokszor visszavágyik, Bacskai József helyettes államtitkár úr, mondja el a hatóbeszédét. Tisztelt hivatalvezető asszony, tisztelt polgármester úr, tisztelt elnök úr, tisztelt plébános urak, kedves Gajdos család, kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim! Őszintén örülök, hogy részese lehetek a mai ünnepségnek és megemlékezésnek. Falunk híres szülötte, Gajdos János művészete és embersége előtt tisztelgünk. Innen indult, és élete során többször ide tért vissza. Geszterét számára mindig biztos pont volt. Itt éltem, és itt szeretnék élni, hallok a törődéséről, mint ahogyan hallottuk. Amit az egyik képére sajátkezőleg írta, és amit az emléktábláján majd olvashatjuk a nevét viselő művelődési ház falán. A viharos 20. században Gajdos János rövid élete nehézségekkel volt teli. Korán árvaságra jutott, és bár tehetsége hamar kiderült, kétkezi munkával kereste kenyerét, mert csak a művészetből csupán rövid ideig volt képes fenntartani magát és kedves családját. Szenvedélyesen nyitott volt a világra, fogékony az újra, magát képezte, tanulmányozta a nagy festőelődők munkáit, járta a budapesti múzeumokat. Sokfelé élt, megfordult számos országban, és már életében voltak sikeres külföldi kiállításai. Gajdos János parasztfestőként, naív művészként emlegetik. Utólag már eldönthetetlen, hogy munkásságában milyen változásokat eredményezett volna, ha befejezheti halála előtt egy évvel megkezdett tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán. Talán nem véletlen a sors,
a mindenható rendelkezése, hogy ez így történt. Méltatlanul kurta élete után örökségül maradt ránk, amit magából kikínlódott, lényéből, szívéből sugárzott, amit boldog a pillanataiban a vászonra vitt, az emberi lét összetettségének hiteles bemutatása. A Geszterét, a mi falunk, az elmúlt években nemzeti kormányunk támogatásának köszönhetően különböző létesítményekkel gyarapodott. A közterek különböző emlékművekkel, emléktáblákkal és műalkotásokkal lettek gazdagabbak. Ez mindenek előtt arra vezethető vissza, hogy nálunk közigény van a település fejlesztésére, a falu környezetének szépítésére és a megélt múlt a történelmi iránti tisztelet megjelenítésére. Az elődök előtti főhajtás gesztusában a büszkeségünk is jelen van, hiszen együtt tanúsíthatjuk, hogy nekünk, mai geszterédieknek van kikre és van mire büszkéknek lennünk. Azt pedig külön öröm, hogy ma itt Geszteréden nem csak a múlt örökségének vállalásában vagyunk egyek, hanem a településünk jelenének alapítását is közösen végezzük. Köszönöm a közösség vezetőinek, Simón Miklós országgyűlési képviselőnek, Szabó József polgármesternek, Rácz János egyesületi elnökünknek, a falu képviselőtestületének, az Arany Szabja Társaságnak a kezdeményezését, hogy Gajdos Jánosnak, Geszterét híres születtének emlékét így módon is megörökíthetjük. Köszönöm Kolotkó Mihály szobrászművésznek a nagyszerű alkotás, a festő portréjából sugárzó tisztaság és emberség láthatását. Kedves geszterédiek! Gajdos János szellemét követve ne féljünk bevallani, bennünk is van igény nyomot hagyni. Dolgozzunk hát tovább, erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten folytassuk szülőfalunk gyarapítását, mert leginkább rajtunk, választásainkon múlik, hogy az évtizedek múltán utódaink, a következő nemzedékeknek lesz-e majd okuk és alkalmuk emlékezni. Meggyőződéssel vallom, hogy igen. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Köszönöm Bacskai József úr szavait, és felkérem Szabó József polgármester urát tartsa meg a vatóbeszédét. Szeretettel köszöntök mindenkit. Hivatalvezető asszony, képviselő úr, államtitkár úr, kedves Vágyos család, és kedves hölgyeim és uraim, mindenki, aki megjelent. Mi geszterédi emberek mindig büszkék vagyunk arra, ha valaki intézkedéseivel, munkájával kitűnik a többiek közül. Így vagyunk Geszterét szülöttjével, Vajdos János festőművésszel. Van az a mondás, hogy oly rövid az élet, hogy nem éri meg rosszat tenni, csak jót. Neki még az átlagnál is kevesebb jutott az életből. De többet megfutásával jót, többször is elkezdte, mindig csak jót, jobbat és jobbat akar. És jót tette ezt, nem felejtik el soha a környéken. Környéken az emberek munkáját nem csak a kis hazánkban, a kis környékeinken, hazán túl is ismerik. Mi geszterédiek sem feledtük el, képélyének nagy részét ugyan nem a mi kis falunkról készítette, de kivehető belőle a környékbeliek akkori élete. Az itt lakók nem is felekeztünk meg róla, volt olyan, aki úgy gondolta, hogy halála után évtizedekkel művelődési házat neveznek el róla. Volt, aki évekkel később ezt büszkén ki is írta. De hála a Jóistennek, olyan is van, aki emléktáblát készítetett, ami előtt mi geszterédiek nap mint nap tisztelettel emlékezve mehetünk majd el. De volt olyan is, aki munkáit itthon szerette volna bemutatni, most már büszkén mondhatjuk, hogy ez is sikerült. Amikor a képek megérkeztek, többen is azt mondtuk,
mint az a szülő, aki nagyon várja haza gyermekét. Na végre, itt hol vannak. Itt szeretnénk köszönetet mondani Bacska József államtitkár úrnak, aki az emléktábla készítésében teljes odaadással részt vett. Nem csak az anyagiak előteremtésében, már előre hallottam a választ, mint az államtitkár ő mondta, már nagyon sokszor, nagyon szívesen Geszterédét mindig mindent megteszek. Köszönetet szeretnék mondani a magyar kormánynak, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselőknek, hogy ezeket az elképzeléseket Geszteréden számtalanszor már támogatták. Köszönetet szeretnék mondani az Aranyszarga Társaság vezetésének, Rácz Jánosnak és feleségének a kiállítás létrejöttjeiért. Bárki, aki tett egy nagyon keveset is ennek a napnak a szépségéért, mindenkinek köszönetet szeretnék mondani. És próbálom mindenkibe azt megerősíteni, hogy ez a nap csak szebb lehet mindig. Ha ilyenekre emlékezünk, mindig csak szebb lehet. Egy idézettel hadd zárjam soraim. Aki nem tudja, hogy hova tart, az bármerre vezethetik. Gargyos János tudta, hogy hova tart. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Én is köszönöm szépen a avató beszédeket, és mindenki, minden ember élete után marad valami nyom. Gargyos János után képei ott vannak, láthatjuk az ő életét. De valójában mindannyian, akik gyermeket nevelünk, akkor tudjuk, hogy továbbadtunk valamit. Így volt ez az ő esetében is. És szeretném, ha meghallgatnánk, hogy milyen gyermeki szemmel, milyen volt Gargyos János. Kérem, hogy hallgassuk meg a legnagyobbik lányát, Gizellát, egy pár szóval az édesapára. Gargyos Jánosról, a művészről, az édesapáról. Mi is nagyon megköszönjük a kedvességüket, a szeretetüket, a hozzájárásukat, amit intézkedtek, és tényleg apám megkapta azt a kitüntetést, hogy a falujában, ami mindenről hozzánk jött, hogy itt lehet mindjárt, mert ezt kívánta, ahogy említették, mindig mondta, ő itt szeretne élni és meghalni. És az emléke, most már biztos vagyok benne, hogy örökké élni fog, és éljen falu népével együtt. Itt. Én akartam itt írni még róla, mert a képeit, ha megnézik, nem mesél a képei. Nem kell ott a kommentár. Mindent megmond, a favágót, a favágókat, azokat az állatokat, a lovakat, az abban erő van. A madarak, a szép építkezés, a templomok, a tömeg a körmenetről csak ránéznek. Én nem is tudok úgy hozzád szólni már, mert mindent, ami a kívánság, mindent elmondtam. És nagyon köszönöm. Köszönjük a családnak. Együtt mindenki nevében. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Most felkérném dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő urat, Szabó József polgármester urat és Rácz János urat, az Aranyszarja Társaság elnökét, leplezzék le az emléktáblát. Thank you.
Melyik képet nézted a fotó? Hol a fotó? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében könyörögjünk. Istenünk, te szent fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Áld meg, Istenünk, ezt az emléktáblát, hogy mindig figyelmeztessen bennünket a hitre és a tiszteletre, és erőt tudjon meríteni a következő nemzedék. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Nem, okom van. Nem, okom van a kincsok. Elolvad. De ez nem is az ötös. Most imádkozzunk együtt úgy, ahogyan az Úr Jézus tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves családtagok, megjelentek. Gyerekkoromtól kezdve büszke vagyok Vajdos Jánosra. Később Kecskeméten Naív Művészek Múzeumában többször láttam az ő képeit. Itt többször irigyeltem az Olá családot azért a portréért, amelyen Olá Imre bácsi látható, és ők is őriznek egy Vajdos képet. Én magam is, legalábbis úgy tudom, és rövidesen majd kiderül, hogy ugyanabból a családból származom-e, amiből ő, de gyerekkoromtól kezdve így tudom. És akkor, mielőtt én is a szentelt vízzel meghinteném ezt az emléktáblát, kérem a festőművészeknek, a védőszentjei, Boldog Fra Angelico Domonkos szerzetesnek és a lengyel Szent Adam Albert Mielowski, ők szerzetes testvérek voltak, a közbeni járásukat. És mivel Kálos Jemini elődöm Felföldi János is festő volt, és számos helyen még megvannak a képei, ők is könyörögjenek ezért az emléktábláért, hogy sokáig megmaradjon, az itt élő emberekért, hogy büszkék legyenek a családtagokkal együtt erre, az ős tehetségre, hiszen őt hajdan korában a művész társadalom ős tehetségnek nevezte. Köszönöm én is, hogy a családtagok, az ünneplők, a vendége meghallgattak, és most én is a Szent Háromság nevében, a szentelt vízzel való meghintés révén áldom meg ezt az emléktáblát. Hazatért valaki, akkor itthon, az itthoniak várják a művész urat. Geszterédi dalokkal várja a Geszterédi asszony kórus. Hallgassuk meg ezt a népdalcsokrot, amit erre az alkalomra állítottak össze. Messze van a kicsi falu, de a tornya mégis ide látszik. Kis falu, utcáiban az a pácfa éppen most virágzik. Te szeretnél hazamenni, a pácok közt megpihenni válni. Te szeretnél harangszónál valakire szívdobni.
bátyod, babám, azt a te jaróra. Nappal nyílik, este járok hozzád, este járok, mikor senki se lát, mégis irigy rám az egész lélek. Irigyeim, hagyjátok szeretni, hagyjátok a szememet rávetni. Rá van szokva a szemem a nézésre, a gyenge karom a legény ölelésre. Geszterédi, geszterédi torony tetejébe. Ül egy holott tiszta feketébe, szárnya alak, jaj, de aranyos a tolla. Most vagyok a legszebb leány sorban. Geszterényi falu végén van egy cserepes ház. Arra járok, még a hideg is ráz. Valahányszor arra megyek el előtte, mindannyiszor kis angyalom, csak te vagy az eszembe. Előadását. Most, hogy kicsit betekintettünk Gajdos János életébe, nézzük meg a képeiből nyílt kiállítást. Hát essenek jönni. Igen, igen. Még egyszer itt a papának a kezenyomát megnézzük. Igen, merre kezdjük el. Itt kezdjél, vizikém, itt kezdjél. Édes. Milyen érzései voltak a mai napon, mikor az emléktáblát föladták? Eléggé megható. Ez egy jó kérdés. Ezzel megfogta. Úgyhogy kicsit most magamhoz kell térni. Szóval olyan váratlanul ért ez az egész, és az, hogy hosszú időn keresztül ez az őszinteség. Nem igazán foglalkoztak, tudomásul vették, tudtak róla, beszéltek róla, de ilyen komolyan, mint ahogy most, ilyen komolyan nem volt a
lakosság, a rokonság, a községnek a tudatába ez, hogy ki is volt, meg mit ért el, meg hát eléggé hányatott csapongó élete volt, elég nehéz élete volt az édesanyja. Én Rácz Jánosnak átadtam egy pendrive-ot, ahol a mamának a hangja, és ő, mint narrátor, elmondta az életüknek egyes szakaszát, ami belefért. Hát én 2 éves voltam, amikor elveszítettük az édesapámat, a nővérem 14 évet élt velük. Ha még élt volna 10 évet, azt mondta, hogy akkor be tudott volna bennünket állítani, tudott volna gondoskodni rólunk, hát nem jött össze neki szegénynek. Több száz képről beszél a nővérem, a legidősebbik, több száz képről. És hogy hova került, kihez került, kinek a tulajdonában van, nem tudni. Ennyi szeretetet az emberektől, a rokonoktól, az ismerősöktől, akikkel, mert én gyerekkoromban minden nyáron itt voltam Geszteréden, a gyerekkoromban, de majd amikor már elkezdtem dolgozni, ugye már egyre ritkábban. És hát azért az évek teltek, 25 évet eltöltöttem Olaszországban, külföldön, életvitelszerűen, de munkába, és hát haza-haza szöktem, amikor tudtam, és hát most már 10. éve, mint nyugdíjba, folyamatosan. És hát most már le van rá lehetőség ahhoz, hogy sűrűbben lejöjjünk. Ha lejöjjünk, Geszter most le, vagy fel. Teljesen nem tudom a földrajzi helyzet, hogy meghatározni, de ha eljövünk Geszterédre, biztos, hogy az első útunk oda vezet. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Különös tisztelettel szeretném köszönteni a Aranyszabja második IASZ versenyének versenyzőit, vezetőit. Most pedig átadnám a szót az IASZ verseny szervezőjének, vezetőjének, hogy az eredményhirdetést gyorsan lebonyolítsuk. Köszöntjük itt Fejes Gyulát és kedves feleségét, Üdikét. Ők lesznek a segítségünkre, hogy ez a díjátadás minél hamarabb megtörténjen. Átadom nektek a szót. A mai nap győztese Molnár Imre! 497 ponttal. És még magam és a csapatom, illetve szerintem mondhatom, hogy az egész falu nevében nagyon sok boldog születésnapot kívánunk Iminek, mivel ma van a születésnapja. Úgyhogy egy húj-húj hajrával köszöntjük őt! Húj-húj! 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 Gratulálunk nektek! Gratulálok a nyerteseknek, a győzteseknek, és szeretettel várunk benneteket jövőre is a 3. Aranyszabja IASZ versenyén Geszterében. Szeretném megkérni Apai László versenyzőnket, hogy jöjjön már ide ki a helyén. Az IASZ verseny, az IASZ Egyesület, és a Geszterédi Aranyszabja Társaság úgy döntött korábban, hogy a mai nap nevezési díjait, ami összegyűlt a IASZ-októl, illetve a geszterédi futóktól, mi ezt az összeget szeretnénk felajánlani neked a kisfiadnak a gyógykezelésére, amit szeretettel átadunk, és jó egészséget kívánunk az egész családnak. Hajrá! Mindenkinek megköszönöm a figyelmet, viászoknak a közreműködést, akkor jöjjenek a geszteréri táncosok! Hey, God, we are the sun that rises.
Szeretném megköszönni a Geszterédi Általános Iskolás Gyerekek csodálatos műsorát, és most szeretném felkonferálni, illetve szeretettel köszönteni a Bazsa Rózsa népdalkört Mikepércsről. Isten áldja meg a magyar, tartson nevel míg a föld tart. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar ember, minden igaz magyar ember. Ez volt a szakmai elmúlt, és miután Nagy Kálótól nem nagyon messze vagyunk, talán a kálói járásban is vagyunk, tessenek megerősíteni, ha így van. Így. Akkor a kálai kettő is, ha megtetszenek elmondani.
Na, egy feladat van hátra, hogy halljuk, hogy készen álltok a bulira. Háromra föl fogunk ugrani, és mindenki akkorát sikít, amekkorát csak tud. Figyelj! 1, 2, 3! Szuperek vagytok! Igaz, lepipálták még a hangfalakat is. Na jó, azért nem, de jó hangotok volt. Hogyan vonná meg a mai nap mélegét? Hát a mai napot én mindenféleképpen sikeresnek tartom, azzal kezdve, hogy a sport eseményeinken nem volt sérülés, az időnk jó volt, kedvezett a szabadtéri rendezvénynek, a műsorok hozzák a magas színvonalat a továbbiakban is, az érdeklődők számában szeretnénk még növekedést elérni, és úgy gondoljuk, hogy ezt a befektetett munkával tudjuk majd elérni. Hogyha hallják az emberek, hogy milyen műsor van, hogy állunk a dologhoz, milyen környezetben rendezzük ezt meg, és bízunk benne, hogy egyre többen érzik, hogy ezt őértük tesszük.